Hangtalanul indul és zaj nélkül suhan az új elektromos autó. A környezetbarát járműveket Paks polgármestere még februárban mutatta be. Az önkormányzat 5 ilyen járművet szerzett be. Az egyik kocsit a közterületfelügyelet számára biztosítja a városvezetés, azért, hogy a munkatársak a feladataikat hatékonyabban tudják majd ellátni. Nagyon sokat megyünk napközben a városba, hiszen ugye járőrözés az alapfeladatunk. Úgyhogy nagyon várjuk az új elektromos autó érkezését, hiszen biztos vagyok benne, hogy nagyban megkönnyíti a munkánkat a városban. A paksi közterületfelügyeleti csoport a koronavírus időszakában is teljes erőbedobással látja el a feladatokat. A csoport vezetője úgy fogalmaz, az együttműködés városában mindig figyelembe veszik a lakossági igényeket, a beérkező észrevételeket pedig a társszervekkel, társhatóságokkal együttműködve vizsgálják ki. Természetesen bármilyen jellegű lakossági bejelentés érkezik hozzánk, azt megfelelően kivizsgáljuk, és azonnal próbálunk reagálni minden egyes esetre. Ez nem mindig csak a közterületfelügyelettel kapcsolatos bejelentés lehet, hanem érintheti másik csoportok, illetve osztályok munkáját is. Ilyenkor is próbáljuk mindig maximálisan kielégíteni a lakossági igényeket, hogy utána járunk természetesen, és a megfelelő segítséget megadjuk a lakosságnak, illetve eljutatjuk a valós problémát az aktuális osztályhoz vagy csoporthoz. Ez érintheti akár a műszaki osztályt, igazgatási csoportot, hatósági csoportot, igen szerteágazó így a hétköznapjaink, illetve a ebből kifolyólag keletkező munkák. Én azt gondolom, hogy az összes társszervvel azon dolgozunk, hogy egy tiszta és rendezett város legyen Paks. Közreműködnek az önkormányzat vagyonának védelmében, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, és foglalkoznak a parlagfű, valamint illetéktelen szemét lerakás felderítésével. Az együttműködés a városi cégekkel is sikeres, mondja Takás Gyula. Napi kapcsolatban állunk a DC Dunacom ZRT közterületfenntartási részlegével, hiszen ők ugye folyamatosan végzik akár a közutak tisztítását, akár a zöld területek tisztítását, rendbetartását a városban, és nyilván ami problémát ők a mindennap során észlelnek, ugye oda-vissza jelezzük egymás felé. Ez egy rendkívül jól működő és jól kialakított munkakapcsolat a két szervezet között. Kirívó esettel nem találkoztak az elmúlt időszakban a közterületfelügyeleti csoport munkatársai, amennyiben viszont adódna extrém helyzet, Takás Gyula szerint akkor sem a bírságolás lenne a fő szempont. Nem csak a közterületfelügyeletünknek, hanem az egész önkormányzatnak, illetve a vezetésnek az az alapvető hozzáállása, hogy ne a bírságról szóljon. Tehát egyfajta párbeszédet próbálunk kialakítani a lakosság és az ügyfelek között, és tényleg az együttműködésre törekszünk.